Mint arról már korábban tudósítottunk, a 73-as számú nagyszülős központú egyéni választókerületben az úgynevezett klónok piszkos technológiáját vetették be Brenzovics László, a KMKZ elnöke, bejegyzett képviselőjelölt ellen. Önjelöltként elindult ugyanis ebben a körzetben egy másik, vele azonos vezeték, kereszt és apai utónevet viselő jelölt, a nagybereznai járási Havasköz, ukránul Luta községben élő Brenzovics Vasil Ivanovics. A kárpátaljai ukránok körében is jól ismert Brenzovics László önjelöltként induló klónja ideiglenesen munkanélküli. Még középiskolai végzettséggel sem rendelkezik, és a falubeliei elmondása szerint sohasem volt annyi pénze, amiből be tudta volna fizetni a választási induláshoz szükséges 42 ezer hrivnyás letéti díjat. Ott jártunk, a házigazda nem tartózkodott otthon. A képen látható Vasil Brenzovicsot azért indították a 73-as számú választókerületben, hogy elvegye a szavazatokat Brenzovics Lászlótól, a KMKZ elnökétől. Ukrajnában egyébként eddig minden választáson alkalmazták az esélyes jelöltől való szavazatok elvonásának ezt a piszkos módszerét. A választópolgárok csak úgy kerülhetik el a névazonosságból adódó csapdát, ha figyelmesen helyezik el a szavazólapon az általuk támogatni kívánt jelölt neve mellett a megfelelő jelet. Természetesen fölháborító, hogy Ukrajnában, aki az Európai Unióban megy, legalábbis szólamok szintjén, ilyen dolgok újra megtörténhetnek. De azonban ennek a gyökere teljesen az állampolitikában van, ami mindenképpen megpróbálja megakadályozni azt, hogy kárpáti magyarság képviselője bekerülhessen a parlamentbe, hiszen ők is mondva csinált okokkal már második, harmadik alkalommal nem hozzák létre azt a körzetet, amely egyesíteni a magyar lakta településeket, és így megnehezítve a bejutást. Most pedig a nyilvánvalóan a konkurensek nyúlnak ehhez az alantos eszközhöz. Egyébként ez divat volt korábban, emlékezünk arra, hogy valamikor Kovács Miklós, a KMKZ-nek az akkori elnöke mellett indítottak egy másik azonos nevű személyt, aki 7000 szavazatot kapott, miközben az elnök az 390-nel vesztette el a választásokat, illetve a legkirívóbb a szemben az volt, amikor Kovács Vasil Ilicssal szemben 7 Kovács vezeték nevű embert indítottak. Ezt szerintem nem szabad lenne megengedni, azonban a törvények olyanok, hogy ezeket kibúgókat meg lehet találni, és akkor azt szeretném mindenkinek elmondani, hogy figyeljünk oda, ne adjunk magunkat ilyen eszközökkel becsapni, hogy a mi akaratkinyilvánosokat módosítsák, ezek az emberek nem becsületes játékot üznek.